Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Szexárdi születinapok. A szervezők szerint látogatóbarát és biztonságos fesztivál lesz az idei. Nyakon szúrták és elütötték, a saját lánya és a felesége akart meggyilkolni egy férfi. Újabb állatkínzás Tolna megyében, nem sokon múlt az udvariban magára hagyott kutya élete. Gazdakör, a szexárdi és a környékbeli gazdák érdekeit képviselik majd. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Látogató barát és biztonságos fesztivált szerveztek, ezt mondta a szexárdi születinapokról Zsikó Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója. Szexárd legnagyobb rendezvénye már elkezdődött, 70-80 ezer látogatót várnak a hétvége folyamán. A déli órákra már csak az utolsó simítások voltak hátra, hogy kezdetét vehesse Szexárd legnagyobb kulturális és gasztronómiai ünnepe, a szexárdi születinapok. Az eddigiekhez képest néhány változást hoz majd az idei esztendő. Zsikó Zoltán, a rendező Babits Kulturális Központ igazgatója azt mondta, közel 70-80 ezer embert várnak a következő napokban, ennek megfelelően kellett átalakításokat végezni. Igyekeztünk a Béla Király térből minden olyan árust, aki egyébként a kiváló gasztronómiai élményeket és a kiváló borászaink boraihoz nem illik, azokat az árusokat innen eltettük, tehát ezzel is felszabadítottunk nagyobb helyeket. Úgyhogy alapvetően nőtt a tér a Béla Király téren, de hát tudjuk pontosan azt, hogy ugye 70-80 ezer embert várunk erre a fesztiválra. Kinőttük egy picit a belvárost, de igyekszünk megtenni mindent annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk a terekből. A legfőbb szempont a látogatók minél magasabb szintű kiszolgálása és a biztonság megteremtése, mondta Zsikó Zoltán. A legnagyobb érdeklődésre számot tartó események a felvonulás és a vasárnapi Ákos koncert külön biztonsági intézkedéseket is igényelt. Én arra kérek mindenkit, hogy figyeljünk egymásra, sokan lesznek ezen a fesztiválon, figyeljünk oda embertársunk, és akkor egészen biztos, hogy ha így mindenki együtt tud működni a szervezőkkel és a hatóságok, akkor biztos, hogy ez is egy sikeres fesztivál lesz. Mi azt gondolom, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez a fesztivál ez rendben, problémamentesen lebonyolódjon. Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség a szexárdi születinapok ideje alatt a városban és annak környékén. Közleményükben azt írják, hogy főként az ittas vezetőket akarják kiszűrni, ezért azt kérik, hogy aki alkoholt fogyasztott, semmiképpen se üljön volán mögé, inkább hívjon taxit vagy használjon tömegközlekedési eszközt. Emellett az egyenruhások a fesztivál helyszínén is nagy létszámban lesznek jelen a közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében. A szexárdi önkormányzat leszedette a tulajdonában lévő villanyoszlopokról a választási plakátokat, mert azok használatára nem adtak még engedélyt a választáson induló szervezeteknek. A plakátok elhelyezése a törvény szerint egyébként ingyenes, de ahhoz már engedélyt kell kérni a tulajdonosoktól vagy bérlőktől. Üresek a reklámok elhelyezésére gyakran használt villanyoszlopok és kandelláberek Szexárd belvárosában. Szerdán még nem így volt, az októberi önkormányzati választáson induló jelöltek plakátjai több oszlopon is megjelentek, engedélyt viszont az önkormányzat nem adott erre. Meg kellett volna kérni az illetékes pártnak az engedélyt, és ez mindenkire vonatkozik gyakorlatilag az engedélykérés, hisz, ahogy jeleztem, a törvény azt mondja, hogy ingyenesen kihelyezheted, de az engedélykötelesség ez fönnáll. És ugye mi, mint még regnáló gazdasági bizottság, ezt észrevételeztük, hogy gyakorlatilag hozzánk semmilyen engedély nem folyt be, amelybe kérték volna. Az önkormányzat tehát egyetlen szervezetnek sem adott még engedélyt, hogy a tulajdonában álló oszlopokon választási plakátokat helyezzen el. A törvénynek ez a rendelkezése az önkormányzati választásokat tekintve új, bár a májusi európai parlamenti választáson már érvényben volt. Eszerint plakátot elhelyezni magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő, állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelő jog gyakorlójának előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet. A gazdasági bizottság elnöke azt mondja, a születinapok miatt a városba érkező több tízezer vendég miatt sem lenne szerencsés, ha választási plakátok rondítanák el a fesztiválnak helyet adó belvárost. Jövő héttől én azt gondolom, hogy lesz annyi plakát az egész városban, ami jogos és jogszerű, a választás erről szól.
De ezt mi kifolyásoljuk, hogy itt semmilyen engedélykérés nem történt meg, és hát nyilván ebből adódóan meg kell tenni a szükséges lépéseket. Választási időszakban egyébként többféle jogorvoslatot ismer a törvény. Molnár Kata, a szekszárdi jegyző, a helyi választási iroda vezetője azt mondja, ha bárki jogszabálysértést észlel, akkor 3 napon belül kifogást nyújthat be a helyi választási bizottsághoz. Ennek tartalma azonban nagyon pontosan szabályozott. Ezek egyike, hogy a jogszabálysértés bizonyítékát is tartalmaznia kell a kifogásnak. Ha bármelyik rész hiányzik, a választási bizottság nem is tárgyalja. A választási kifogásról a helyi választási bizottság dönt az önkormányzati választások esetén jellemzően. A helyi választási bizottságnak a döntése is egy szigorú határidőhöz van kötve, 3 napon belül el kell bírálni a kifogásokat. Itt persze nem ér véget a jogorvoslat, a választási bizottság döntése ellen lehet fellebbezni, így egy ügy eljuthat egészen a Nemzeti Választási Bizottságig, vagy akár a bíróságra is. 70 milliárd forintra pályázhattak idén az élelmiszeripari vállalkozások és a borászatok a vidékfejlesztési programban, ezt Nagy István agrárminiszter mondta csütörtökön egy sajtótájékoztatón. Az Agrártárca ugyanis tavaly októberben újra megnyitotta az élelmiszeripari fejlesztést szolgáló felhívást 50 milliárd forintos keretösszeggel, 40 milliárd forintot az élelmiszerfeldolgozó üzemek számára, 10 milliárd forintot pedig a borászati üzemek számára különítettek el. A pályázatokon elnyerhető pénzből a kedvezményezettek a termékeik feldolgozását segítő gépeket és eszközöket vehetnek, valamint feldolgozókat építhetnek. A saját lánya és a felesége próbált brutálisan meggyilkolni egy férfit Bölcskén, késsel nyakon szúrták, majd gumikalapáccsal rontottak rá, végül még el is ütötték a saját autójával. A férfi túlélte a kegyetlen támadást, a lánya és a felesége ellen pedig most előre eltervelt emberölési kísérlet miatt emelt vádat az ügyészség. Dühösen ugató kutya a kerítésen belül. Ebben a házban próbálta anya és lánya megölni a családfőt. A férjét megtámadó nő az udvaron sepregetett, amikor odaértünk, de amint megtudta, mi miatt keressük, bemenekült az épületbe. A nő és a férje már nem éltek együtt, amikor a brutális támadás történt. A családanya azzal az ürüggyel csalta át a férfit, hogy ki akar vele békülni. Azt mondták, neki meglepetést kap. A nő ezért hátulról befogta a két szemét, a lánya pedig egy darázsírtó sprét és egy kést vett a kezébe. A késsel, ami 7 cm penge hosszúságú volt, a sértettel szemben állva őt egy alkalommal közepes erővel nyakon szúrta. Ez a szúrás pedig olyan közel, kb. 2 mm-re hatolt el a nyaki fűverőér mellett, hogy lényegében a halálos eredmény a elmaradásra csupán a véletlenen múlt. A férfi ezután megpróbált kimenekülni a házból, ám a lánya és a felesége ezt nem hagyták. A felesége felkapott egy gumikalapácsot, és azzal hátulról 2 alkalommal fejen ütötte. A sértetnek végül sikerült az utcára kimenekülnie, ott több utcán keresztül gyalogosan futva menekült, a lánya néhány méterre tőle lemaradva futva követte, üldözte őt. A feleség pedig beült a közös autójukba és elütötte a férfit. Ezt a fotót a rendőrök készítették. Látszik, hogy berepett a szélvédő, akkora erővel vágodott rá a megszúrt és elgázolt férfi teste. Az áldozat ezután egy házkerítésén ugrott át és az ott lakóktól kért segítséget. A feleséget és a lányt most előre kitervelt emberölési kísérlettel vádolja az ügyészség. Az asszony így akár élete végéig is börtönben maradhat, a lány pedig, mivel még nem töltötte be a 20. életévét a brutális támadáskor, legfeljebb 20 év börtönt kaphat. Magára hagyta megkötött kutyáját egy férfi udvariban, miután elköltözött Tolna-Némedibe. Az állat majdnem éhen halt az elmúlt hetek alatt, és a nyakába annyira belemélyedt a rátekert madzak, hogy a húsáig hatolt. Egy helyi lakos értesítette a rendőröket, akik azonnal szóltak a szekszárdi kutyamenhelynek. A rendőrség állatkínzás miatt indított eljárást a kutya tulajdonosa ellen. Kikötözött, csontsomány, nyakán tátongó sebtől és az éhségtől nyűszítő kutya látványa fogadta a rendőröket udvariban. A hatóságot egy helyi értesítette a kutya miatt, akik a helyszínre érve azonnal szóltak a szekszárdi kutyamenhely vezetőjének, Fiát Szilviának. Viszonylag kíméletesen le tudtuk vágni a kutyának a nyakáról ezt a madzagot, mindettől megszabadítottuk, vizet már akkor ott a rendőrök adtak a kutyának. Enni nem adtunk neki, mert ugye szállítás következett, nagyon-nagyon éhes volt, és minden csörgésre, zörgésre felemelte a fejét. Nem tudom, látod-e.
Az állat nyakára tekert bálamadzag és kötél 2,5 cm mély sebet okozott, a seb legmélyebb pontja a légcsőtől 0,5 cm-re helyezkedett el. Az orvos által kiállított korlapon az szerepel, hogy az állatnak nagy fájdalmai lehettek a mély seb és a kötél szorítása miatt. Ha a kutyát nem mentik meg aznap, elpusztulhatott volna, vagy az éhezéstől, vagy az elfertőződő sebtől. A rendőrség állatkínzás miatt indított eljárást a kutya tulajdonosa ellen, aki azzal védekezik, hogy a szomszédokra bízta az állat etetését, itatását, mielőtt Tolna Némedibe költözött volna. Szeptember 11-én a délelőtti órákban az ingatlan tulajdonosát az ügyben gyanúsítottként hallgatták ki. Ő egyébként egy 40 éves Tolna Némediben élő férfi, akit állatkínzás vétség elkövetésével gyanúsítottak meg. A férfi a bűncselekmény elkövetését részben ismerte el. A férfi tettéért akár 2 év börtönt is kaphat. A Hunor névre keresztelt kutyát több hétig kezelni kell annak érdekében, hogy felépüljön. Villám csapott egy autóba az M6-os autópályán Bátaszéktől nem messze. A helyszínre 2 bátaszéki autópálya rendőr ért oda elsőként. Ők segítettek a pécsi sofőrnek és a fiának. Az egyik rendőr azt mondja, ilyen esetet még soha nem láttak korábban. A kiérkezésnél állapítottuk, hogy a gépjármű rádióantennája teljesen leégett, oda csapott be a villám. Teljesen leolvasztotta az 59 éves férfi autójának az antennáját a belé csapó villám, a fiával utazott az M6-os autópályán, azt hitték a villám melléjük csapott, az autó azonnal megállt, minden elektronikája tönkrement. Telefonon hívták a rendőrséget, 2 bátaszéki autópálya rendőr ért oda elsőként. Az akkumulátorról levettük a vezetékeket, majd a körülményeknek megfelelően, illetve hogy a szakadt az eső, ezért a gyermeket és édesapját azonnal beültettük a szolgálati gépjárműbe. Az autó utastere mérgező gázzal telt meg, ami a megolvadó kábelekből szabadult fel. Az egyenruhások ezért előbb kiszellőztették a kocsit, majd a bátaszéki autópálya rendőrségre szállították a fiút és az apját. Ilovai Erik azt mondja, semmi különöset nem tettek, csak végezték a munkájukat. Az összes kollégám nevében mondhatom, hogy minden nap minden szolgálatban megtesszük a lehető legtöbbet, hogy az emberek és az állampolgárok épségben hazaérhessenek, és ez történt most is. Az autó, amelyikbe a villám belecsapott, valószínűleg teljesen tönkrement, a benne ülőknek viszont így nem esett bajuk. Eddig 31 ezer igénylés érkezett a babaváró támogatásra, és közel 19 ezer szerződést kötöttek meg a bankok, közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. A miniszter beszámolt arról, hogy a kormány szerdai ülésén a családvédelmi akciótervvel kapcsolatban hallgatott meg jelentést, így eddig a babaváró támogatással kapcsolatban 181,5 milliárd forint értékben született szerződés, az átlagosan felvett összeg pedig 9,7 millió forint, vagyis a legtöbb család a teljes elérhető összeget felveszi. Megalakult a Szekszárd és környéke gazdakör, aminek az elnöke Kővári László lett. Az alakuló ülésen a MAGOSZ országos elnöke is részt vett. Jakab István azt mondja, a gazdakör sokat tehet a helyi termelők érdekeiért, és a parlamenti döntések előkészítésébe is bekapcsolódhatnak majd. Összeült a frissen megalakult Szekszárd és környéke gazdakör a szekszárdi polgármesteri hivatal tárgyalójában. Az alakuló ülésen Jakab István, a MAGOSZ elnöke, az országgyűlés alelnöke is részt vett. Azt mondta, a gazdakör sokat tehet a helyi gazdák érdekeiért azzal, hogy a szervezet által be tudnak kapcsolódni a parlamenti döntések előkészítésébe. A szekszárdi gazdatársadalom joggal várja azt el, hogy szervezet formában is vegyen részt a Magyar Agrár Élelmiszergazdaság döntéshozatalában. Ez a fórum, ez azt segíti, hogy a szervezet megalakul. Jakab István szerint nagyon fontos a gazdák összefogása, különösen a magyar mezőgazdaságot érintő kihívások miatt. Ilyen kihívás az elnök szerint a klímaváltozás, vagy éppen az új technológiák térnyerése. Ács Rezső Szekszárd polgármestere is részt vett az alakuló ülésen. Azt mondja, a város minden olyan kezdeményezés mögé áll, ami a közösséget erősíti, a hatékonyságot javítja a termelés különböző szektoraiban. Minden a közösség, amely előre visz egy-egy ügyet, az gondolom a város szempontjában nagyon fontos. Az, hogy a gazdák összefogjanak itt Szekszárdon egy újabb szervezet keretén belül, ez mindenféleképpen az ő javukat szolgálja. Én azt gondolom, hogy a fellépés, a lobbyerő sokkal jobban megjelenik, és sokkal erősebb, hogyha egy összefogás eredményeként tudnak bárhol fellépni és megjelenni. Nyilván ebben a város a névhasználattal is, például hiszen szekszárdi gazdakörről beszélünk, mindenféleképpen partner szeretne lenni.
A Szekszárd és környéke gazdakör elnökének Kővári Lászlót választották meg. 7,7 milliárdra pályázhatnak a civilek, ezzel kapcsolatban tartottak tájékoztató előadást a Szekszárdi Vármegyeházán. A megjelent szervezetek tájékoztatást kaptak a Nemzeti Együttműködési Alap 2020-as pályázatairól. A civilek között a tavalyi 5,9 milliárd forint után idén 7,7 milliárd forintot osztanak szét. Ennyivel nőtt a pályázati keretösszeg, mondta a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Ami egy jelentős, tehát majdnem 2 milliárdos többlet, ami azért van, mert az egy civil százalék, amit az ember magánszemély, civil szervezetek nem ad oda, az felgyülemlik a NEA-ban, és utána civil pénzként hasznosul. Tehát a NEA-ban a kollégiumokon keresztül civil célra használódik fel. Megbecsüli és együttműködik a civil szervezetekkel a Tolna megyei önkormányzat, mert tevékenységeik által építik Tolna megye közösségét. Erről már a Tolna megyei önkormányzat alelnöke beszélt. Civil szervezeteknek az a érdeklődési preferencia irányultság, ami mentén szerveződnek, az mindenképpen egyedülálló és olyan tapasztalatra és tudásra tesznek szert, amivel a közösségeinket tudjuk építeni, és ezt a Tolna megyei önkormányzat észrevette. Ezért számos megyei programba vonta be a civileket a megyei önkormányzat, mint például a helyi klímastratégia kialakításába, a foglalkoztatási paktum működtetésébe, az értéktár bizottságok működésébe. Álcsázső, Szekszárd polgármestere köszöntőjében ugyancsak rávilágított arra, hogy több eszközzel támogatja a város a helyi civil szervezetek működését. Például több szervezetnek kedvező áron biztosítanak helyszínt akár a Babits Mihály Kulturális Központban, akár a Sportközpontban. A másik jelentős támogatási forma a város éves költségvetésének több mint a 2%-át fordítja pénzbeni és természetbeni formába a civil szervezetek működésére a város vezetősége. Regionális híreink következnek. Munkásszállót építenek Pécsen, a kormányzat 370 millióval támogatja a beruházást. Újabb fejlesztések Siófokon, 500 millió forintból felújítják a Rózsakertet. Kulturális eseménysorozattal ünnepelnek mindkét országban, 150 éves a japán-magyar kapcsolat. Munkásszállót építenek Pécsen, ehhez a város 370 millió forint kormányzati támogatást kap, a pécsi vagyonhasznosító pedig hozzátesz még 100 milliót. Az összegből egy 99 fő befogadására alkalmas létesítményt hoznak létre. Még üresen áll az a telek, ahova munkásszállót épít a pécsi önkormányzat cége a Finn utcában. Ez a látványterve az épületnek, mutatták be szerdán a helyszínen, milyen beruházás készül ide kormányzati segítséggel. A pénzügyminisztérium felhatalmazása alapján én vagyok, aki a támogatási szerződést aláírtam, és a város nevében pedig a vagyonhasznosító az, aki a kedvezményezett lesz. Úgyhogy azt várjuk, hogy ebbe az épületbe 99 ember vagy a családja fogja majd itt az elkövetkező időszakban munka után lehajtani a fejét, vagy a következő munkanapra elindulni, úgyhogy én gratulálok a beruházáshoz, és köszönjük, hogy részt vesznek velünk ezen a projekten. A kormány országszerte támogatja a munkásszállások létesítését. Jelenleg munkaerőhiány van, ezen enyhíthetnek, ha távolabbról érkező dolgozókat tudnak fogadni a települések, szállást biztosítva nekik. 370 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a pécsi pályázat. Ezt a vagyonhasznosító, a saját cégünk több mint 100 millió forint önerővel egészíti ki, így összességében több mint 480 millió forint áll rendelkezésre arra, hogy a mögöttünk található több mint 6000 négyzetméteres területen egy háromszintes, 1120 négyzetméteres új munkásszállás épüljön meg a következő időszakban. A legtöbb lakórész két fős lesz a tervek szerint, minden kényelmi funkciót kialakítanak. Ezt mondta a városi cég vezetője arra válaszolva, hogy milyen szobákat adnak át. Összkomfortos szobákat, illetve biztosítunk olyan szobákat is, ahol 5 fő elszállásra is lesz alkalmunk, tehát gyakorlatilag, ha kell, akkor családok is meg tudnak szállni ebben az intézményben.
illetve biztosítunk minden olyan körülményt, ami ahhoz fontos, hogy a mostani 20. századnak megfeleljünk. Tehát 0-24-es portaszolgálat lesz társalgó, lesz mosószoba, lesz főzőhelység. A pécsi vagyonhasznosító felmérte az igényeket, és kiderült, sok cég támogatja, hogy munkásszálló épüljön a városban. Ezért pályáztak. Most a kivitelező kiválasztása van soron. Jövő tavasszal kezdődhet az építkezés. A létesítmény a város kezelésében lesz. A cégek a vagyonhasznosítótól bérelhetnek majd férőhelyeket. Mintegy 500 millió forintból újítják fel a siófoki rózsakertet, emellett további 100 millió forintból folytatják a strandi sétányok térkövezését, jelentette be Guller Zoltán a településen. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója kiemelte, a központi helyen fekvő rózsakertet azért kell megújítani, hogy 21. századi körülmények fogadják a látogatókat. Összesen mintegy 100 milliárd forintból fejlesztik a Balaton térségét. Erről beszélt Guller Zoltán Siófokon. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója kiemelte, a cél, hogy 2030-ra a Balaton és Magyarország Közép-Európa legkedveltebb úticéljai közé tartozzon. A Balaton térségében szálláshelyfejlesztések történnek jelenleg is. Összességében 24,5 milliárd forint értékben épülnek új szállodák, újulnak meg panziók és szállodák a Balaton partján. Siófokot érintően 2,5 milliárd forint értékben történnek turisztikai szálláshely fejlesztése. De nem csak a szálláshelyeket fejlesztik Siófokon. Guller Zoltán a keddi sajtótájékoztatón arról is beszélt. 500 millió forintból a város emblematikus helyszíne, a Rózsakert is megújulhat. Ezzel pedig még vonzóbbá válhat Siófok. Mindenképpen Siófokon ezt a rózsakerti részt meg kell újítanunk, és megállapodtunk abban, hogy Magyarország kormánya annak érdekében, hogy ez a mögöttünk álló terület és európai 21. századi szintre fejlődjék, nagyjából egy 500 millió forint összegű támogatást fog biztosítani a városnak annak érdekében, hogy ezt a fejlesztést meg tudja valósítani. Az elmúlt 2 évben összesen 85 strandot újítottak fel a tó körül 5 milliárd forintból. Siófokon összesen 500 millió forintból modernizálták a szabad strandokat. A siófoki aranyparti szakaszon a már elkészült fejlesztések mellett további 100 millió forintból újítják fel a sétányt. A tradicionális japán zenével ismerkedhettek meg azok, akik ellátogattak a pécsi Bóbita báb színházba. Az eseményt különleges alkalomból rendezték meg, idén ünneplik ugyanis a magyar-japán kapcsolatok felvételének 150. évfordulóját. Ebből az alkalomból szerveztek olyan eseménysorozatot, ahol a magyar közönség közelebb kerülhet a japán kultúrához. A programok része volt egy koncert is, melyet Pécsen hallhatott a közönség. Itt egy tradicionális zenei műfajjal és az előadás során használt hangszerekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők. A baráti kapcsolat jegyében Japánban is rendeznek programokat még idén ősszel. Október 10-e és 15-e között magyar vásárt tartunk Shibuyában. Itt magyar termékeket mutatunk be, és magyar előadó művészek lépnek majd fel. Lesz borvásár, operettműsor, az utolsó napon pedig György Ádám zongora művész ad egy koncertet. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Szekszárdi születi napok. A szervezők szerint látogatóbarát és biztonságos fesztivál lesz az idei. Nyakon szúrták és elütötték, a saját lánya és a felesége akart meggyilkolni egy férfi. Újabb állatkínzás Tolna megyében, nem sokon múlt az udvariban magára hagyott kutya élete. Gazdakör, a szekszárdi és a környékbeli gazdák érdekeit képviselik majd. Pénteken a reggeli esetleges ködfoltok megszűnését követően derült égbolt szikrázó napsütés ígérkezik. Kora délután nyáriasan meleg idő lesz, kis élénk északnyugati szél fúj majd, éjszaka kevés felhőre és hideg hajnalra készülhetünk. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!